Sziasztok! Ezzel a videóval szeretnék egy olyan sorozatot folytatni most a csatornánkon, amiből már 2 videó volt korábban, ugyanis Pinterestről szeret recepteket fogok igazából így újra alkotni, és ez nagyon tetszett nektek korábban is, úgyhogy arra gondoltam, hogy ez most az iskolai verziója lenne ennek, ugyanis 3 olyan sós receptet fogok most elkészíteni, amiket az iskolában ti is könnyen el tudtok ugye csomagolni és vinni magatokkal és ott esetleg elfogyasztani. Nekem a suliba, hogy milyen kaját vegyek, az mindig egy nagyon jó kérdés, és azt hiszem, hogy ezek olyan ételek lesznek, amiket akár előző este vagy előző nap el tudtok ugye készíteni, és akkor nincs abból probléma, hogy reggel mit kapjon össze az ember. Úgyhogy én nagyon izgatott vagyok, és nagyon éhes is, úgyhogy akkor kezdjük is az első recepttel. Pinteresten rengeteg olyan receptet találni, amiben valamilyen wrapet készítenek el, úgyhogy most én is ezt fogom tenni, és teljes kiörlésű tortillát vásároltam, ezt fogom humusszal megkenni, én imádom a humuszt, és nagyon sok mindenhez szoktam használni, úgyhogy azt hiszem, hogy ez tökéletes alapja lesz ahhoz, hogy ugyebár így összeálljon majd maga a wrap. Bármilyen zöldséget választhattok, én például paprikát vágtam fel, illetve ilyen saláta mixet tettem bele, amiben volt még sárgarépa is, és ezen kívül még halapenyóra gondoltam, ez mindig egy nagyon jó ízt, egy ilyen csípős ízt ad az ételeknek, úgyhogy még ezt vágtam bele, és ezt szórtam rá. És amit a Pinteresten láttam, én még soha nem készítettem így wrapet, hogy úgy tekerjük fel, mintha egy palacsinta lenne, és így tényleg nem fog szétesni, simán két részre tudjuk vágni, úgyhogy nagyon szuper, és ezen túl szerintem mindig így fogom enni a tortillát. Na hát, amint láttátok, ez hihetetlen gyorsan sikerült, úgyhogy fogom még is egy dobozt, és akkor ezt így szépen elhelyezem benne, és ennyi, aki egy kis dobozzal így el tudjátok magatokkal vinni. A második recept az egy szendvics lesz, pontosabban egy bagett, amit tofuval és zöldségekkel fogunk megtölteni. Egyébként ugye a wrapnél és itt is fontos azt elmondanom, hogy bármit beletehettek, amit csak szeretnétek, szóval ez inkább csak egy útmutató, hogy én ezt hogyan csinálnám. Na most van itt egy óriási nagy bagett, amit a húgommal fogok majd elfelezni, szóval itt egy kicsit megtör, de megpróbáljuk majd így normálisan elfelezni, és ezt fogjuk akkor megtölteni marinált tofuval, amit mindjárt nem tudok, hogy hogyan fogok elkészíteni, és zöldségekkel, és ennyi. Itt láthattok mindent, hogy én mit fogok beletenni majd a szendvicsünkbe, de úgy szint bármi mást is beletehettek. A tofut simán felvágtam apró szeletekre, és egyébként ugye én ezt a húgommal osztom majd meg ezt az ételt, úgyhogy ezért ez úgymond egy kétszemélyes fogás lesz. Majd rengeteg szójaszósszal meglocsoltam a tofut, és ezután egy kicsikét ott hagytam a dobozban állni, hogy magába szívja a szószt, majd pedig egy serpenyőben elkezdtem kisütni a doboz alján lévő szójaszószt, ezt szintén ráöntöttem a tofura, és nagyjából egy ilyen 3-4 perc alatt tökéletesre sült. Ezután a szendvicsbe én vegán majonézt kentem, ez ugye az Aldiban kapható tojásmentes majonéz, és simán megtöltöttem a tofu szeretekkel, a kínaiban vásárolt csípős szószt is tettem rá, illetve uborkát, és teljesen úgy éreztem magam, mintha egy ilyen Subway szendvicset raknék össze, mert hogy tényleg igazából úgy néz ki. Saládát is tettem bele, és igazából ennyi, úgyhogy ennyire egyszerű. A harmadik dolog, amit készíteni fogunk, mini hotdog lesz, és ezt én már korábban is elkészítettem, úgyhogy nem mondom, hogy a Pinterestes recept most valami újat hozott, viszont mivel megtaláltam, ezért gondoltam, megosztom veletek, ugyanis én mindig a vendégeket ezzel szoktam várni, szerintem egy zseniálisan egyszerű ételről van szó. Szóval csak leveles tésztára, illetve hát virslire lesz hozzá szükségünk. Ez nekem most ilyen szójás növényi felvágott, ami a legolcsóbb verzió volt a bioboltban, de egyébként nyilván aki nem vegán ételnek szeretné elkészíteni, vagy vegetáriánusnak, annak sima virsli is megfelelő lehet, illetve ketchupra, mustárra, és annyi, hogy ezt sütni fogjuk, szóval ezt érdemes ugye az előző napon elkészíteni, hogyha a suliba szeretnétek vinni, viszont nem tudom, hogy mennyire egyszerű. A leveles tésztát nagyjából 300 forintért vettem egyébként az Aldiban, és 12 részre osztva felvágtam. Ezután a virsliket is egy darab virslit én 3 részre osztottam, és akkor így a 4 virsliből ugyanúgy ugye 12 darab jön ki. És ugyebár, mintha egy normális hotdog lenne, mustárt és ketchupot tettem rá, ízlés szerint ugye
bármennyit tehettek, és utána pedig, mint látjátok, a két szem közti oldalát kezdtem el összehajtani, de nagyon különbözőek lettek, nem annyira szépek, de annál finomabbak. Úgyhogy amint megvannak a kis csomagok, mehet be a sütőbe, és 180 fokon egy olyan 15-20 percig sütöttem, de amúgy ti is látni fogjátok, amint ilyen aranybarnára sül, már ki is vehetitek. Na hát ezennel el is készültem a harmadik fogással. Itt már elkezdtem őket átrakosgatni, de egyébként hát így néznek ki, szóval ilyen kis csomagocskák lettek. Egyébként ajánlom, hogy akár ti is mondjuk vacsorára, vagy ebédre, vagy ilyesmi napközben készítsétek el, mert melegen nagyon finom, de nyilván amikor majd kihűl és mondjuk holnap, hogyha én is magammal viszem, akkor ugyanúgy teljesen finom és fogyasztható lesz, úgyhogy ebből 12 adag jött ki. Szerintem ez például mondjuk 3 embernek teljesen lakható, szóval 4 darab. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett nektek, és hogyha szeretnétek, hogy folytassam ezt a Pinterest-tel összemosott kajás sorozatot, akkor kérlek, lájkoljátok a videót, és írjátok esetleg kommenteket, hogy még milyen témában főzzek, süssek, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!